Sziasztok, én Peti vagyok, és a mai videóban egy újdonságot, a Beacon Patrolt fogom nektek bemutatni egy szólójáték keretében. Nos, a Beacon Patrol egy eszeni újdonság volt, ami elég nehezen érkezett meg a magyar piacra, de végre itt van, és lehet játszani vele, ki lehet próbálni. És mivel nekem is ez az első játék alkalmam vele, még nem játszottam vele korábban, és arra gondoltam, hogy egy szólójáték keretében gyakorlatilag együtt tanulnám meg veletek a szabályát, és ezáltal bemutatnám a játék menetét is, hogy hogyan néz ki egy szólójáték vele. És gyorsan felolvasom a játék szabály fordítását, hogy a játék célja mi. A Beacon Patrol társas játékban közösen fedezitek fel a tenger minél nagyobb részét, útközben pedig világító tornyokat és a jelzőbójákat kerestek. A játék végén pontokat kaptok a táblán lévő felfedezett lapkák után. A lapkák akkor számítanak felfedezetnek, és akkor közben mutatom. Ha mind a négy oldalukkal kapcsolódnak más lapkákhoz, a világító tornyokkal és jelzőbójákkal ellátott felfedezett lapkákért további pontokat kaptok. Írja a játék szabály, egyébként én fordítottam egy gyorsan. És akkor mi a játéknak a lényege, a pontozása? Szólójátéknál nincs külön pontozás, gyakorlatilag ugyanúgy kell pontozni, mint a többfős játékban, és nagyon fontos, hogy most nem játszunk a kiegészítőkkel, ami ez a móló és szélerőmű lapkák lesznek. Ezt most még nem teszem bele a játékba. És az alapjáték pontozása úgy néz ki, hogy felfedezett, tehát mind a négy oldalról körülvett lapkák, hogyha világító torony is van rajta, akkor 3 pont, ha jelzőbója 2 pont, ha pedig ez egy sima bója vagy világító torony nélküli lapka, akkor 1 pontot ér a játék végén, és a játéknak akkor lesz vége, hogyha ez a szép nagy kupacit elfogyott. Viszonylag egyszerű játékról van tehát szó, és ez érdekes, hogy többfős verzióban is egy kooperatív játék, tehát akkor sem egymás ellen, hanem egymással együtt dolgoztok. És amit én láttam eddig róla, ilyen gyorsan utána néztem egy-két videóban, hogy ez egy elég chill játék, ez egy elég laza, nyugis játék, amiért igazából a végig értékelése is számomra meglepően pozitív, hogy mennyien szeretik ezt a fajta játékélményt, akár itt a Dorf Romantikból indulunk ki, szerintem nagyon hasonló lehet hozzá. Úgyhogy gyorsan felvázolom a szabályokat, én már itt átolvastam fordítás közben. Mutatom. Játékmenet. 3 akciónk van a körünkben. Lehelyezhetünk lapkát, mozgathatjuk a hajónkat, és hát lapkát cserélhetnénk valakivel, de ezt kizárólag akkor tehetnénk meg, hogyha lenne rajtunk még más is a játékban, tehát ez csak a többfős játékban él ez a lapkacserélgetős módszer, ezt körönként csak egyszer tehetnénk egyébként is meg. Úgyhogy ránk az első 2 akció lesz érvényes, vagyis lapkákat helyezhetünk le, és mozgathatjuk a hajónkat. A lapkáinkat úgy helyezhetjük le, hogy a játékos számtól függően szóló játékban lesz körönként 3 lapkánk, amit le tudunk majd pakolni, és lesz 4, nem is tudom, hogy hív ezt a játék, csalok, mert ugye nekem is ez az első játékom vele, mozgásjelölőnk. Ez a 4 mozgásjelölő, hogy hát forgatjuk, azzal fogjuk jelölni, hogy már elhasználtunk egy mozgáspontot, ezeket tudjuk majd mozgatni a hajókat, és, vagy a hajónkat, és ezeket a lapkákat kell majd úgy lepakolgatnunk a kiinduló lapka mellé, hogy az élek azonosak legyenek, tehát nyilván így nem tehetnénk le. Egyébként azért sem tehetjük le, mert a tájolásnak is azonosnak kell lennie minden lapkán. Illetve, hogyha lepakoltunk, letettünk egy lapkát, akkor a hajó azonnal mozog, ez nem kerül mozgáspontba, ez egy ingyenes mozgás és kötelező, és nyilván csak vízen tud mozogni a hajó szomszédos lapkára. Szomszédosság egy apróság, még az átlós lehelyezés az nem számít szomszédosnak, tehát csak élszomszédosan tehetjük majd le a lapkáinkat. És igazából a körünknek akkor van vége, hogyha elfogynak ezek a lehelyezhető lapkáink, vagy már nem akarunk többet lehelyezni, mert el is dobhatunk lapkákat egyébként,
és ekkor újra feltöltjük az előttünk lévő hármas készletet, és addig folytatódik a játék, amíg az összes lapkát le nem helyezzük. Na gyorsan ennyit a játékszabályról, van egy-két kivétel, de azokat majd játék közben mondom, hogy előjönnek, mert nem biztos, hogy elő fognak jönni. Úgyhogy kezdjünk is bele a játékba. Ugye ez az előttem lévő három lapka, amit én most lehelyezhetek, és ugye oldalszomszédosságot tartva, én úgy döntök, hogy ezt ide helyezem. Ugye a tájolás azonos, a hajó kapásból mozog, csak vízen mozoghat, ami kötelező ráadásul, és meg is vagyunk, tehát ez egy legitim lehelyezés volt. Na most a következő lehelyezésnél én lehet, hogy el is használok egy mozgást, hogy visszamozogjak ide, hogy ezt ide tudjam pakolni. Ugye ez azért fontos, mert felfedezett lapkákat fogunk tudni csak pontozni a játék végén, tehát az a cél, hogy körbeépítsük, minél több értékes, nagy pontot érő lapkánkat körbe tudjuk építeni a játék során. Ja, kötelező mozgás, igen. És én nem mondó vagyok, hogy ezt pedig ide teszem fölülre. És akkor, hoppá, nem tudom oda tenni, na, rögtön, mert a kötelező mozgás nem jöhet létre, mivel szárazföldön nem mozog a hajó. Akkor viszont én kettőt visszamozgok, tehát átfordítok még két mozgásjelzőt, hogy ezt ide tudjam tenni, és akkor ezt elkezdem szépen körbekeríteni. Jó, vége gyakorlatilag a körömnek, húzok három új lapkát, tájolásokat beállítjuk, ezeket visszaforgatjuk. Hát, hogy buta voltam az előbb, nem mozogtam le ide, igaz? Igen, nem mozogtam le. Tehát az a kötelező mozgás az elmaradt, de erre figyelni kell. Én ide helyezek egy nyílt vízt ábrázoló lapkát, hogy ezt utána onnan tudjak mozogni. Na most a probléma, vissza is kell mozognom kettőt, hogy ezt ide tudjam helyezni. Elkezdjük körbekeríteni azt a fönti világító tornyot, és most újfent, amire rá is kell mozognom, újfent magamnak okoztam problémát, mert ez így nem mozogható, az úgy nem lehelyezhető, hát ezzel esetleg ide tudnék tenni egyet, és meg is tudom tenni, hogyha ide átmozgok kettővel, az még pont belefér, és akkor a kötelező mozgás az oda. Mert először egyébként úgy tűnt, hogy ez a négy mozgás jelölve sok. Nagyon laza lesz a játék, de már az elején kihasználom. És akkor jön egy következő dilemma, mert ha én itt most bezárom magam, ami egyébként nem rossz ötlet, mert majd inkább kimozgok onnan, mert akkor ez már körbe is van kerítve. Ezeket nem fordítottam vissza. És ez ide gyönyörűen illene, de nem tudok átmozogni rá. Ennek segítségével viszont át tudok mozogni majd. Csak nem biztos, tehát nem érdemes mondjuk így, de az, hogy van 1, 2, 3, 4 mozgás. És ezt ide teszem, ezt meg ide, akkor ez összejött. Jó, hát mind a négy mozgásomat elhasználom. 1, 2, 3, 4, hogy ezt ide tudjam tenni. Jön a kötelező ötödik mozgás, és a köröm végén ezzel zárom, és akkor így ez is mindjárt készen van. Kör vége, visszafordítom. Eléggé pörgős egyébként a játék, ahogy tegyem, hogy lássátok is. Na, most vagyok olyan jellegű dilemmában, hogy ez nyilván de nagyon jól nézne ki, de az éjjel nem egyezik. Ez viszont egyezik. Úgyhogy át is mozgatom oda. Ez is jöhet ide. És azon gondolkodom, hogy
Ha ezt ide teszem, ez most tök jó, mert úgy néz ki, hogy szerencsés vagyok, és ez így pont jól kijön, de akkor nézzétek, teljesen körbekerítem magam. Úgyhogy ez nem biztos, hogy a jó döntés. Az a baj, hogyha felmozgok. Én inkább elmozgok. 1, 2, 3 mozgást elhasználok, hogy ezt ide helyezzem. Kötelező. Kör vége. Jön az új. Na most ez ide megint nem jó. Ide viszont ez, nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó. Hát ez most lehet, hogy egyik se jó ide. Bajban vagyok. Túl sok a szárazföldi él, amit nem fogok tudni kihasználni, viszont azt nézem, hogy ez ide, vagy ide jó lehetne, csak hogy jutok el oda? Mert mondjuk, ha ide ezt felteszem, nem jó. Jaj, ide se jó. Lehet, hogy muszáj lesz ide betennem. Jó, hát próbáljuk meg azt, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, tehát az összes mozgásomat elhasználtam, hogy ezt ide tudjam tenni, 5. Húha! Ez nem jön ki jól most. Van a szabályban egy olyan kitétel, hogyha nem tudok, vagy nem akarok letenni egy lapkát az előttem lévők közül, és eldobok egyet, akkor mozoghatok érte cserébe egyet. Tehát gyakorlatilag kapok plusz egy mozgási jelzőt, hogyha eldobom a lapkát. Na most a kérdés az, hogy van-e értelme. Alaposan bezártam magam. Ez most annyira nem jó. Én ezt most eldobom. Azért dobom el, ez lesz a dobókupac, hogy vissza tudjak mozogni egyet ide, és van egy plusz szabály, hogy egyet megtarthatok, tehát nem kötelező mindent eldobnom, hogyha úgy érzem, mert egyébként nem akkor van vége a körnek, hogyha már nem, hogyha elfogynak az előttem lévő lapkák, hanem hogyha nem tudok, vagy nem akarok több lapkát lehelyezni, és ilyenkor 3-ra kell kiegészítenem újra, és ez úgy néz ki, hogy egyelőre kifizetődő volt. Most ide teszem, hogy lássátok, hogy ez a 3 a választási lehetőség. Egyébként buta voltam, az a mozgás tök fölösleges lett. Már mondjuk itt meg, akkor megint bezárom magam. Szóval annyira nem voltam buta. De mondjuk az a mozgás nem kellett volna. Így se, úgy se. Mert hogy én most, nyilván ezek visszafordulnak a kör végén, tehát egyet használtam, ide mozgok, és ez nagyon kell, hogy be tudjak tenni ide egy csak vizet ábrázoló lapkát, kötelező mozgás. Jaj, de jó. De nem jön, nem jön ez ki jól most. Azon gondolkodom, hogy hát akkor ide tudom tenni, meg majd ide. Tehát akkor el kell kezdenem kifelé menni. Akkor 1, 2. Tehát további 2 mozgást elhasználok, hogy ezt ide tudjam pakolni. Kötelező mozgás. És most ezt ide teszem. Szintén kötelező mozgás. És azon gondolkodom, hogy ott maradjak-e, vagy jöjjek vissza. Ott maradok, kör vége. Ezeket kaptam.
Fölülről menjek körbe, vagy alulról, de fönt is van kettő, ott egy, meg ott egy, amit körbe kéne keríteni, meg alul is van kettő, de az a kettő nagyobb energiabefektetésnek tűnik, úgyhogy én megyek szerintem alulra, mert majd ez ide tud jönni. Ez meg ide, át, mondjuk az még később lesz. De akkor én megyek erre fele. Kötelező mozgás. Uhuhu. Ah. Nem jó. Elég szennyú az a játék. Na várjál, még van 4 mozgásom. 1, 2, 3, 4. És az semmire nem elég. Mert ezt ide be kéne tennem, aztán tudnám ezt ide tenni. Na, nem tudnám, mert ott is üzen kéne közlekednem. Én őt most eldobom, sajnálom, de így döntöttem. Egy, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, és őt megtartom egyelőre, és akkor kettőt húzok mellé. Ez annyira nem tűnik rá, de ez ide rossz döntés. Hajjaj! Ezt itt nagy hiba volt ide tenni. Ezt óriási hiba volt ide tenni. Bajba vagyok. Elég komoly bajba vagyok. Hogy gyakorlatilag dobálhatnám el. Egyébként ezeket még nem frissítettem, úgy emlékszem a kör elején. Gyakorlatilag dobálhatnál el, vagy megpróbálok kijönni, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, akkor ezeket most én visszaforgatom, és akkor én eldobom őt, hogy legyen egy ötödik lépésem, és ezt be tudjam ide építeni. Kötelező mozgás, ide jövök. Mondjuk ezzel csak megint bezártam itt magam. Kötelező mozgás. Egyre kevésbé tetszik nekem ez a térkép. Kör vége. Jön egy bója, házikó, meg egy torony. És csináljuk úgy, hogy utána lefelé is tudjak menni. Azt hogy kéne elérni? Mondjuk így. Mondjuk ez ide meg tökéletesen passzolna. Hát, hogy visszamegyek 1, 2, 3, 4, akkor mindent elhasználtam. Ezt meg akarom mindenképpen tartani. Ugye egyet tarthatok csak meg, tehát a másik kettőt azt eldobom azért, hogy mozogjak még kettőt. 1, 2. És akkor kör vége. Húzok. Ó, gyerekek, hol dobtam? Ide dobtam, vagy ide dobtam? Aha, eldobtam rá. Húzok még kettőt mellé. Na, és ez végre úgy néz ki, hogy jó lesz. Egyet mozgok ide, hogy le tudjam helyezni ezt. Nyilván ezt teszem belőle, mert ez a több pontot érő lapka. Utána bejövök ide. Ja, még az a kötelező, igen.
ezt ide helyezem. Ez is kötelező mozgás, és ide teszem őt. És az is kötelező mozgás. És van még három mozgásom, kérdés, hogy ki akarom-e használni, de én egyelőre nem ezt mondok. Na, már csak a... Most én fél időnél. Hűha. Ez mondjuk nem lenne rossz. És meg is lépem. Előtte lépek egy olyan nem kötelezőt, tehát elhasználtam én mozgásillőt, aztán ez a kötelező, hogy ide tettem. Most ide teszek egy bóját, ez is kötelező. És én nem megyek kijebb. Nyilván körbe kéne kerít, de megyek föl. Kerítsük körbe ezt a bóját itt fönt. És 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3-at tudok lépni. És akkor kör vége, tehát fordítom is vissza. Jön 3 új. Na, próbálom úgy tenni, hogy lássátok. Kicsit lejjebb mozgatom a képet. Na most úgy néz ki, hogy erre orientálódom. Ez nem lenne rossz, csak mégis rossz. Viszont ezt itt tudom használni. Tehát akkor mozgok egyet. Ezt teszem, kötelező mozgás. De én szeretnék erre felmenni. Amihez ő fog kelleni, úgyhogy egy nem kötelező, lehelyezem, ez pedig kötelező. Most kicsit luxusnak érzem eldobni. Nézzük meg, hogy mit hoz. Tehát akkor a kör vége, mit hoz még fel a szerencsénk. Ezt lesz nagyon le kéne zárnom. Az a bajom, hogy ezzel tudok arra fele menni. Aztán oda vagy kéne egy háromszög, vagy nem. Ezekkel viszont megint nem tudok mit kezdeni, hogyha itt körbe akarok menni. Ide se jó. Ide se, hát mondjuk oda pont jó lenne egyébként. Mert körbe tudnám még zárni. Azt már nem. Hogy van? 1, 2, 3, 4. Vagy 1, 2, 3. Menjünk így. Akkor ez 1, 2, 3, tehát 3-at forgatok át. Őt teszem ide. Kötelező mozgás, és jövök vissza. Hát, tudod mit? Legyen így, egy kötelező, és akkor nem jövök vissza, kör vége. Várj csak, ez négy. Hármat húzunk. Na ez amúgy ide jó lenne. És akkor menjünk úgy, mondjuk az ide is jó. Akkor lehet, hogy nem tudom lezárni. Lehet, hogy nem tudom körbe zárni, ha ez így lesz. 1, 2, 3, 4. Viszont így meg túl sokáig tart eljutni oda, hogyha én megkockáztatom. Egy kötelező. 1, 2, tehát 2-t ide mozgok. Nem, várjál csak.
Jaj, de jó lenne látnom, hogy mi lesz a következő lapka. Az annyira megkönnyíteni most a játékomat. Egy, ezt ide lehelyezem, kettő, visszajövök, egy, ezt pedig eldobjuk, kettő. Na nézzük, megint négy, egyet visszateszünk. Húha! Húha! Hát ez nagyjából egyik se jó. Bajba vagyok. Nagyon a végére hagytam. Jaj, de rossz ez most. Hogy tudnánk még körbekeríteni? Az a baj, ez is a lehető legrosszabb, mert ez csak, ha ez nem száraz földre, nem be tudnám tenni a lukba. Tyúha! Jó, akkor ezt próbáljuk meg felőre tenni, az... Ezt nem frissítettem. Ezt mondja az 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, az nagyon sok lépés. Már nem lesz annyi az egészbe. És hogyha mondjuk innen jönnénk, akkor is körbe kell menni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 lépés az is. Na most ezt vagy eldobom és próbálkozom, hogy hát ha szerencsém lesz. Túl sok. Ez így, ami nincs körbezárva. Ez így 6 pont. Ott az még 8 pont, tehát ide is, ide nagyon kéne egy, ami kijön. Kettő, három, négy, öt. Jó, hát azt legalább akkor zárjuk körbe. Egy, kettő, három. Jó, itt voltam. Egy, kettő, három, négy, öt. Akkor hát óriási szívfájdalom ez most én nekem, de dobjuk el őt. Ez ott az ötödik, ugye? Tehát ezeket már csak fordítom, hogy ne kell adminisztrálni. Akkor ezt ide teszem, legalább ezt körbevettük. És akkor őt megtartom, és megpróbálunk felhúzni kettőt. És ma ezek sem jók, sőt, zseberből vederbe. Viszont akkor menjünk felfele, akkor egy. Ezek nagyon nem jók ide. Nagyon, de nagyon nem jók. Nem is tudom elhasználni őket, úgyhogy ezt mind a kettőt eldobom. Azon gondolkodom, hogy átlépek ide, hogy legalább ne legyen mozgáspont az eldobottakért cserébe, ugye ez egy mozgás. De lehet, hogy nagyobb szerencsém lesz, mert több a szárazföldi. Tehát akkor nem is ide lépek, hanem ide lépek. És reménykedünk, hogy pont egy olyan fog jönni. Hát, mondjuk. Egy. Várj, ezt már nem is látni. Ugye ez ide fog jönni, akkor az egy mozgáspont, azt itt leadminisztrálom közben a szélén. És akkor átlépek erre az ingyenes, illetve a kötelező mozgás. És hát ez lenne még jó, mert akkor arra is van esély, hogy azt ott körbe
kerítsem. Úgyhogy az is kötelező mozgással, és én azon gondolkodom, hogy akkor 1-2-3 mozgással ide kijövök, akkor az összeset, de akkor nem is fordítom át őket, mert körvége van. És hát végső soron ebből bármelyik jó ide, hogy legalább fönt lezárjam ezt. Közben átállítottam a kamerát, hogy jobban lássátok az egész játékteret, mert elkezdtünk nagyon jobbra fele menni. És akkor a dilemmám az továbbra is az, hogy melyiket tegyem le ide. De én ezt teszem ide. Nem biztos, hogy ez a jó döntés, de meghoztuk a döntést, és akkor van még kettő. Na most, ha én visszamegyek, mert én ezt már kezdem elengedni, tehát azt ott nem fogom tudni, amin éppen állok bekeríteni, de legalább megvan ez a világító torony, és ha ide visszajövök, akkor ő is esélyes, hogy meg lesz. Tehát az 1-2-3 lépés. 1-2-3. Ezt teletesszük, kötelezően rámozgom. És az a baj, hogy ha ezt aláteszem, akkor onnantól kezdve el is vágtam magam attól, hogy könnyen be tudjam keríteni. Úgyhogy egyelőre én ezt nem teszem ide, de megtartom, nem dobom el. Nézzük, hogy mi jön. Ugye vészesen fogy. Ó, tökéletes. Nagyon jó döntés volt. Visszatesszük. Kör elején van, ugye visszaadminisztráljuk a mozgásokat. Akkor ez egy kötelező mozgás. És akkor itt leszünk most bajba, mert hogy egy ilyen háromszög alakú kéne nekem, hogy ezt le tudjam zárni. Kérdés az, hogy ezt most belemegyek ebbe a játékba, mert végül is van 1, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, eddig 20 pontom van, ha jól számolom, plusz azok a pontok, amiket nem számoltam még, tehát a csak simán bója és világító torony nélküli lapkák. Jó, én megrizikózom, ezeket most eldobjuk, mert ezek már nagyon nem jók nekem. És akkor az utolsó három lapka, húha, hát ez nem úgy jön ki, ahogy szeretném. Nem fogom tudni lezárni. Nem fogom tudni lezárni. De őt még le tudom zárni. Az fix. És azon gondolkodom, hogy ezzel le tudok-e még valamit zárni. Igazából már nem. Ahogy néz, hát mondjuk még őt ott megpróbálhat, de nem tudom. Nem tudom azt sem, mert nem egyeznek az élek. Ahogy nézem, nem igazán van már mit lezárni ezekkel. Aztán szóljátok kommentbe, hogy ha ezt benéztem, és simán le tudtam volna még zárni valamit, de nem jön már ki a lépés sem úgy. Úgyhogy ez a kötelező után, mondjuk 1, 2, 3, 4, azt sem fogom tudni, nem, egyszerűen nem érek el oda sehova, hogy lezárjak vagy még valamit. Mert nyilván ezt is jó lett volna, tehát ez így nagyon fáj, hogy el kellett engednem, ez így 8 pont, ami nincs lezárva, vagy felfedezve, hogy a szabály mondja. Jó, én ezeket eldobom, mert nem tudok már mit kezdeni vele. És akkor számoljunk, ugye felfedezett lapkák számítanak, minden, ami négy oldalra körbe van véve, és akkor megyünk soronként.
Jó. Ugye a felső sor az egyáltalán nincsen felfedezve, úgyhogy jön a második sor. Felfedezett világító trajnapka 3 pont. Ő azt hiszem semmi. De egy sima felfedezett lapkának ő is számít egyébként, tehát ez 4 pont. Felfedezett bójás az 2 pontot ér, tehát ez 6 pont. Ez 7 pont, 8 pont. Ő is fel van fedezve, tehát ez már 10 pont, ő nincsen. Ő fel van, az 13, ő nincsen. Ő sincs 16, 17, 18, ő nincsen. 19, 20. 22, 24, ő nincsen, ezek nincsenek, 25, 26, ő is még fel van fedezve, tehát az 28, ő nincsen, ő igen. Elértük a 30-at, ő még fel van, 32, nincs. 32 ponton van, ami a játék szabály alapján, mindjárt megtalálom, itt vagyunk, a 32 pont, az tengerész vagyok, úgy tűnik, kezditek megtanulni a dolgokat. Nagyszerű. Hát elsőre nem a legutolsó kategóriába jutottam be, már ez is fél siker. No, hát ez volt a Beacon Patrol. Mondanám, hogy egy nagyon chill játék, mert tényleg az, de azért tartogat kemény pillanatokat. Biztos, hogy van benne egyfajta rendszer, hogy ki tudod számolni, hogy melyik típusú lapkából mennyi van a játékban, és akkor tudsz vele számolni, hogy most mi jöhet éppen fel az utolsó körök során. De van benne egyértelműen szerencsefaktor is, viszont egy nagyon kellemes kis építgetős lapkal helyezgetős játék. Kifejezetten kíváncsi vagyok most már rá több fővel is, hogy hogy muzsikál. Főleg azért, mert ott ugye megvan ez a lapkacserélgetős rendszer, és szerintem az nagyon jól tudja mitigálni ezt a fajta szerencsefaktort, nagyon jól tudja, így most érzetre nagyon jól tudja kiküszöbölni ezekben a kulcsfontosságú pillanatokban azt, hogy milyen lapka jön föl, és milyen kellett volna helyette. Úgyhogy ki fogom próbálni úgy is, mindenképpen jövök majd a következő hetek során valamikor bemutatóval is. A játékot egyébként megtaláljátok a GameWiz webáruházában is, általán felított magyar szabállyal. Hogyha ezek alapján megtetszett, és úgy gondoljátok, hogy adnátok ti is neki egy esélyt, és végére maradtak a szokásos dolgok, iratkozz fel, hogyha még nem tetted volna, kövess Facebookon, kövess Instagramon, és gyere te is, várunk szeretettel a Társasjáték Műhely nevű Facebook csoportba, linkeket megtalálsz a leírásban. Köszi, hogy velem tartottál!